vizsgáljuk meg egy nyilvánzáró alsó kialakítását. Nézzük meg, hogy helyeződik el mondjuk a párkányzaton. Hát, a párkányzatra helyezve a nyilászárót, szükség lehet valamiféle vaktokra, és szükség lehet a nyilászárónak a hőszigeteltségére is. Tehát ez jellemzően passzív házaknál előírás, vagy szükségszerű. Tehát, hogy a vaktoknak és a toknak is legyen kellő hőszigetelő képessége. Erre aztán különféle fémburkolatokat lehet ráépíteni, vagy lehet olyan fogadó profilt, ami aztán a párkányzatot fogadja innen alulról, és lehet ezeket a vaktokokat olyan anyagból kialakítani, ami még hőszigetelőbbé teszi. Ez most itt jelen esetben egy ilyen purenit hasáb, amit ha lecserélnénk itt a vaktokra, akkor még jobb hőszigetelő képességet kapnánk, és kellően strapabíró, kellően szilárd anyagról lévén szó, sok ilyen szituációban alkalmazható ez az anyag. A lényeg az, hogy ez a zóna is szükségszerűen hőszigeteléssel kell, hogy készüljön, de közben megtartva azt a képességét, hogy terhelhető legyen. Tehát a nyilászáró és vaktok és falszerkezet csatlakozása, ugye ez a sík a falszerkezet, erre helyeződik el a vaktok, aztán a magatok, illetve az egyéb kiegészítők. Tehát ablakpárkány és hőszigeteltsége, vaktok és kialakítása, témakör.